Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit március 10-én, kedden 19 óra 45 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Egerházi Attilával, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatójával, majd ellátogatunk két színházi premierre, illetve az Alba Régia Szimfonikus Zenekar hangversenyére. Tartsanak velünk! Egy felhívás, kedves nézőink. Ha kíváncsi vagy arra, hogy milyen egy próba a balettben, ha beszélgetnél a Székesfehérvári Balett Színház táncművészeivel, ha ki is próbálnád, milyen táncosnak lenni, akkor ez a te programod. Nos, ez egy programajánló leginkább, hiszen egy olyan műhely munkára hívja fel a figyelmet, ami újdonság minden székesfehérvárinak, hiszen tudjuk, hogy most már, hála Istennek teszem hozzá, van Székesfehérvári Balett Színház, és számtalan előadáson hangolódhattunk rá, ha úgy tetszik, a mozgásszínházra. És hát erről fogunk beszélgetni, ez egy újdonság, vendégem pedig Egerházi Attila, a Balettszínház igazgatója. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Én sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Honnét jött a gondolat, hogy így módon is közelebb hozzátok a Balettszínház, a balett megismerésére a székesfehérváriakat, vagy általában a látogatókat, legyen az kicsi, nagy? Igen, ez egy régi törekvésünk és műveljük is régóta, hiszen egy új színházi műfajról van szó, szóval igaz, most már másfél éve működünk a város kulturális intézményeként, de a műfaj az még mindig új, úgyhogy nagyon fontosnak érezzük azt, hogy testközelbe hozzuk a táncot, és verbálisan is tudjunk beszélgetni arról, hogy mit akar tulajdonképpen ez a művészeti ág. Itt most egy pályázatról van szó, amit mi elnyertünk, és ennek a pályázatnak a keretében 4 programcsoportot, ha szabad így fogalmazni, valósítunk meg. Különböző elnevezéseket adtunk ennek, például az első az a ráhangolódás elnevezés, ami tulajdonképpen egy nyílt nap, amit már a kezdetektől fogva mi tartunk nyílt napokat, minden hónap egyik szombatján el lehet jönni, meg lehet nézni próbát, balettgyakorlatot vagy kortárs gyakorlatot, és lehet beszélgetni alkotókkal, táncművészekkel. Ezt egy kicsit update-eljük, egy új formába öntjük. Utána van egy olyan, hogy beavatás, ez a következő programunk, ez a pályázat keretében, ami tulajdonképpen már ezt is korábban mi műveltük, hogy középiskolákat keresünk meg, középiskolásokhoz megyünk ki, és egy tanítási óra keretében, egy 45 perc alatt tulajdonképpen egy táncszínházi nevelési programot valósítunk meg. Aztán van egy beszállókártya elnevezésű programunk, ami egy nagyon izgalmas szerintem, mert korosztálytól függetlenül 4 táncművésze, kreatív táncművésze a társulatnak egy kis koreográfiai etütöt tanít be a vállalkozó csoportoknak, amiket egyébként majd a kortárs fesztiválon elő is fognak tudni adni. És van egy tánclabor elnevezési programunk, ez nyáron lesz, majd augusztusban, ami tulajdonképpen egy tánckurzus, egy egyhetes intenzív tánckurzust akar. Nos, ha jól értem, akkor ezek különböző lépcsők. Először ezek megismerkedünk kívülről a táncművészettel, hogy mit miért történik, ami azt hiszem, hogy számunkra, akik csak a színpadon látjuk viszont a produkciót, újdonság. De ami igazán fontos az, hogy tartalommal töltitek meg ezeket a programokat, hiszen amikor már be is szállhat, ha úgy tetszik, hiszen no man is no man. Így van. De hogyan lehet ezt igazán tartalommal megtölteni? Hiszen azt mondod, hogy teljesen mindegy akkor, mindenki ugyanúgy részt vehet ebben a játékos foglalkozásban. Hogyne, ez nem egy kukkoló színház, ez esetben egy interaktív színház, tulajdonképpen találkozás a táncművészekkel, találkozás a tánccal, tulajdonképpen minden ember táncol. Táncolt és táncol, még akkor is, ha nem tud róla. Hát most tényleg ki mondja meg, hogy hol kezdődik és hol végződik a tánc. Ahogy én itt ülök, beszélek, gesztikulok, ez is tánc. Nincs korhoz kötve. Egyébként vannak olyan előadások, nekünk is volt ilyen előadásunk, ahol idősebb táncosok, professzionális táncosok, de 60 éves táncosok is táncolnak. Nincs limitálva, ez nem egy privilégium a szakmának, vagy a szakmai művelőnek. Sokat hallok olyat a nézőktől, hogy én azért óckodok elmenni egy tánc előadásra, mert nem értem, vagy az
Ezt nem érteni kell, ezt érezni kell, és ha már megmozdul az ember, és ritmikusan mozdul meg, vagy aritmikusan mozdul meg, az is tánc, hiszen mi a tánc? Mint minden művészetileg egy önkifejezési forma. És nyitni szeretnénk olyan bezárt ajtókat, amit a lelkekbe ugye gyerekkor óta csukogatunk be, azokat mi nyitogatjuk, ez a dolgunk, hogy nyitogassuk ezeket az ajtókat, és mi tesszük ezt a mozgással, és a mozgásnak egyébként van egy gyógyító ereje, lélekgyógyító ereje. Hiszen azzal, hogy kifejezem a problémáimat, a bennem rejlő feszültségeket vagy örömet, azzal a feszültségektől megszabadulok, az örömöktől meg gazdagodom, és a tánc, a mozgás erre talán a zene és a tánc a legalkalmasabb. Hát a testpet világban a mobilitásnak nincs párja az értelemszerűen. Ebbe hiszünk mi is. És milyen koreográfiákat fogtok választani, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a klasszikus balett és a táncszínház, a mozgásszínház között azért van különbség. Van, nyilván itt most nem arról van szó, hogy egy professzionális táncetütöt készítsünk, és akkor azzal majd különböző fesztiválokra menjünk, hanem arról van szó, hogy az adott emberek, illetve azok az érdeklődők, akik ebben a csoportokban részt fognak jönni, itt 4 csoportról van szó, azok a kreatív ifjú koreográfusok, akik az együttesnél és el dolgoznak, olyan etüdöket fognak készíteni, ami rájuk szabott etüdök, tehát az ők képességeikhez, mozgáskultúrájukhoz, limitjükhöz, határaikhoz mérten, de ami a legfontosabb, hogy a belsőt kifejezve ki tudják fejezni saját magukat. Hogy fogadta a csapatod ezt az ötletet, ami aztán megvalósításra talál? Hát nagyon nagy örömmel, hiszen ez nem a bakánomba tartozik bele, amit mi minden nap művelünk és dolgozunk, tehát itt nekik is ez egy kísérlet, és azzal, hogy az ember kísérletezik, ő maga is gazdagszik, úgyhogy a táncművészek, hál' Istennek a mi táncművészeink nagyon kreatívak, és nagyon nagy örömmel fogadtak. Ugye alapból, amikor arról beszélünk, hogy milyen táncszínházi drámát vagy darabot választottatok, akkor nyilván ez meghatározza, hogy milyen korúaknak készül. Tehát hogy lehet a gyermekeket felkészíteni arra, hiszen náluk még azért a készség és a képesség még ott van alapszinten, de ugye hát mozgáskényszerben vannak, mint tudjuk. Hát ez az, ami majd el fog következni. Itt most, hogy tisztázunk valamit, nem egy meglévő koreográfiát tanítanak be. Tehát ott együtt fognak dolgozni, együtt alakítják ki a koreográfiát a résztvevőkkel. Lehet, hogy ők fognak ötleteket adni, inspirációkat, és oda-visszahatnak egymásra, mint egyébként a professzionális világban is történik, jó esetben. Tehát nem kész konzervanyaggal érkezünk, és azt felmelegítjük, hanem ott fogjuk megfőzni, illetve a táncosaink ott fogják elkészíteni ezeket a darabokat. És a gyerekeknek is, hát ők nagyon kreatívak, úgyhogy ott nem hiszem, hogy lesz ilyen gond. Igen, hát a műhely munkára és a ráhangolódásba olvasom itt, hogy ugye március 14-én, tehát ezt már is elmondom kedves nézőinknek is, hogy március 14-én a Videoton Oktatási Központban találtatok otthonra egyébként, hiszen az összes többi idei rendezvény is ott lesz, 10-től délig, és ami fontos, hogy lehet jelentkezni egy e-mail címen, ez a jelentkezés@fehervaribalett.hu, ez az e-mail cím. Jelentkezés ékezetek nélkül, kukac, és ékezetek nélkül természetesen. És hogy 25 fő. Regisztrálni. Tehát ez meghatározza nyilvánvalóan. Meghatározó, mert a terem ugye mérete adottságaitól függően azért az limitálja a létszámot. Hál' Istennek elég nagy a terem, tehát mi tudunk próbálni, csak azért, hogy ott szellősen, levegősen tudjunk dolgozni, meg koncentráltan, ezért 25 fős, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy időben jelentkezzék, akit érdekel, hogy legyen helyük. Egyébként otthonra találtatok a Vogue-ban? Ez egy ideiglenes megoldás, abszolút otthonra találtunk. Ez nem a végleges helye a balettszínháznak, hanem egy átmeneti megoldás. Kiszolgálja azokat a próbákat jelenleg, amikre ugye szükségünk van a felkészüléshez, ami nagyon intenzív próbát jelent mindig, tehát napi 6 órát próbálunk, délelőtt 4-et és délután 2-t minden nap, még szombaton is. Úgyhogy most végre van egy olyan helyünk, ahol kiszámított módon tudunk próbálni. Ennek nagyon örülök. Tehát akkor, kedves nézőink, még egyszer mondom, március 14-én szombaton 10-től délig a Vogue-ban, a következő alkalmak pedig április 18-án, május 15-én és június 6-án lesznek. A jelentkezés@fehervaribalett.hu e-mail címen. Nos, mi pedig azért folytatjuk gyorsan, mert azért, ha röviden is kell, hogy beszéljünk egy új koreográfiáról,
Aladdin balett. Egy családi mesebalettről van szó, az invitálás pedig így szól, egy fiú története, aki nem félt nagyot álmodni, aki nem félt küzdeni, aki nem félt mindent feladni a boldogságért. Érdeklődéssel várom már most. Hát én is, ugyanis ez esetben én is néző leszek, hiszen vendégkoreográfussal dolgozunk ismét, Nemes Zsófia személyében, és egy nagyon izgalmas előadásról van szó. Szerintem ez nem csak gyerekeknek szól, hiszen a felnőttekben is ott rejlik a gyerek, és sok felnőtt, így magam is nagyon szeretem a rajzfilmeket, úgyhogy azt gondolom, nagyon sokan, talán mindenki ismeri Aladdin történetét, különböző feldolgozásba láthatta is. Ez egy vadonatúj produkció lesz, és valóban Aladdin története fog megelevenedni táncszínházi műfajba. Hogy lehet Aladdinhez hol közel kerülni táncszínházasan? Na hát ezt Nemes Zsófiától ezt a kérdést neki kellene föltenni, hogy az, hogy én hogy közelítenék hozzá, azt nem tudom, mert nem foglalkoztam ezzel a témával, de szerintem nagyon sokféleképpen, nyilvánvalóan tiszteletben tartva a történetet, és amit én tudok, és a Zsófival beszéltem, ez egy teljesen új produkció lesz, hiszen a zenét is írják hozzá, tehát egy zeneszerző készíti a zenét. Nagyon ígéretesek a jelmezés díszlettervező, szerintem egy nagyon szép és izgalmas képi világa lesz, és hát a Zsófia világa fogott megelevenedni, úgyhogy erről ő majd annak idején, majd remélem, hogy őt is meg tudjátok hívni, és akkor ő is el tudja ezek. Természetesen, mikor kezdődik a próba folyamat, és mikor lesz a premier? Holnap lesz a darab tervelfogadása, akkor tudjuk majd rögzíteni, hogy mikor kezdjük, de szerintem heteken, egy-két héten belül elkezdjük a próbákat, mert a bemutató az április 28-án, és a második játszási napunk, ahol két előadást tartunk, 29-én lesz a Vörösmarty Színházban, a nagyszínpadon, tehát 28-a este 6 óra a bemutató, és 29-én 10 órakor, reggel 10-kor egy matiné előadás, ugye a gyerekeknek, óvodáskoroknak is, és 29-én aznap este 6 órakor a második előadás. Érdeklődéssel várom, köszönöm szépen. Én köszönöm. És kedves fehérváriak, tehát nincs más hátra, mint készüljenek, hiszen szombatokként várja önöket a VOK, illetve várják önöket a VOK-ban a Székesfehérvári Balettszínház művészei. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk. Magyarországi ősbemutatóra került sor a Vörösmarty Színházban. Szikora János rendezésében Sáros István Trianon című dokumentum drámájának színpadi változatát láthatta a közönség. Családok tízezreit, emberek százezreit várták el egymástól egyik napon a másik. Sáros István Trianon című drámájában, amely Szikora János rendezésében kerül színre a Vörösmarty Színházban, nyomon követhetjük a nemzetközi törvényszéki tárgyalások egyes epizódjait. Az izgalommal, részvéttel vagy éppenséggel váratlan fordulatokkal teli jelenetek nagyívű történelmi pannót mutatva keresnek hiteles választ a tragédiára, a Mohácsi vész előestéjének döntéshozatalától 1920. június 4-éig. Most már rendre, pedig most már jó néhány összpróbát láttam, a végére mindig megrendülök. És azt gondolom, hogy ha én az anyag tulajdonképpen már szakmai és érzelemmentes ismeretének ebben a mélységében is rendre meg tudok rendülni egy egyszerű összpróba után, akkor úgy érzem, hogy ez az előadás jó sínen van. A színművész élete áldás és átok egyszerre, Gáspár Sándor nemrégiben Géza fejedelem szeretében, Szabó Magda, az a Szép fényes nap című drámájában a Magyar Királyság megteremtésénél bábáskodik, most pedig a Trianon darabban ezer évvel később a történelmi királyság megszűnésének egyik tanúja. Azt az egyszerű üzenetet hordozza, remélem, hogy hordozza, hogy ez a fajta kettétépettség, ami azóta is jellemzi sajnos a viszonyokat, a magyarság közéleti viszonyait. Ez az előadás lehetőséget arra, hogy legalább beszéljünk. Az elhallgatás az talán még inkább feszültséget gerjeszt, viszont normális józan beszélgetések igenis szükségeltetnek. Én abban a korban nőttem fel diákként, amikor erről nem volt szabad beszélni, nem is tanították odahaza nagyapámék, nagyanyámék és a szüleim által
tudhattam valamit is erről. Nagyon nagy szerencsének tartom, hogy megadta nekem így a színház, hogy ezzel a témával elég mélyen kollégáimmal együtt foglalkozhassak. Bennem is valóban rengeteg kérdést vett föl, és megnyugodtam, mert nem a harci riadót, nem azt az ébresztőt gerjeszti bennem, hanem nem a csatára gondolok, hanem a dialógra, a párbeszédre, a normális párbeszédre. Csatlakozó dokumentumok közül kiemelkedik ez a térkép. A világ egyetlen olyan térképe, amelyen a népesség nemzetiségek szerinti elosztását a népsűrűségünk alapján határozza meg. A magyar lakosságot vörös színnel jelöltük, innen kapta a nevét is. Bátorunk! A darab jeleneteiben Szikora János olyan közvetlenséggel mozgatja szereplőit, hogy a néző úgy érzi, mintha ő is Ferenc József császár, Clemenceau miniszterelnök, Wilson elnök, Lloyd George miniszterelnök, a később Csehszlovákia külügyminiszterévé avanzsált Edward Beneš, vagy éppenséggel gróf Tisza István Teleki Pál, a delegációt vezető Aponyi Albert gróf közvetlen közelében lenne. Az üzenete az talán az, hogy nincs teljesen reményvesztett helyzet. Aponyi többször mondja, hogy mi tudjuk, hogy hol hibáztunk. Tudjuk, hogy mit kellett volna csinálnunk. Hiszen ő nem egy országvezető volt, csak egy miniszter volt. Olyan helyzetbe került, hogy sokak helyet kellett neki úgymond magyarázkodni, mentegetőzni. És amikor ő elmondta ezt a beszédet, ahogy én először kezembe vettem, akkor az elején egy elfogadottságot éreztem belőle, ahogy itt a nagy testület előtt neki ezt el kell mondani, reménytelenséget, és ahogy ment bele a tényekbe, és ahogy emocionálisan elkezdett ráhatni az a mondandó, úgy lett inkább vádló, mint védekező ember. A darab lehetőséget nyújt arra, hogy hitelesen és érthetően szóljunk Trianonról, a dokumentum dráma alkalmas arra, hogy a közönség együtt gondolkodjon az alkotókkal, a múlt elemzése, megidézése befolyásolja a jelenlátásunkat és a jövőt is. Még mindig színház, a Pelikán Kamara Színházban Telihai Péter rendezésében mutatták be a Megtisztulás Mikvé című darabot. Hogy tetszik a mi mikvénk? Nagyon szép. Hát persze, hogy az. Sosana és Jóhi mindent megtettek, hogy az legyen. Jóhi, mikor ment el? Hát nem is tudom már, legalább egy éve. Nyugodjon végében. Jó, nagyon sajnálom. Nincs mit ezzel sajnálni, szívem. Mindannyian véget érünk egyszer. Amúgy ez egy nagyon nyomasztó történet. A Pelikán fészekben bemutatták a Megtisztulás Mikvé, Hadar Garon kortárs izraeli drámaíró darabját. Az előadás egy rituális fürdőben, egy mikvében játszódik, ahol az vallási előírásoknak megfelelően havonta egyszer az asszonyok megmerítkeznek, hogy megtisztuljanak és újra érintkezhessenek férjükkel. A téma itt van velünk, sőt, tulajdonképpen ez egy 10-15 évvel ezelőtti színdarab. Igazából most érte utol a történelem magát a darabot, vagy a társadalmi fejlődés, vagy hogy mondjam, hogy ez a darab nagyon keményen beszél a nők helyzetéről, a női elnyomásról, arról, amit mostanában divatos szóval Stockholm-szindrómának szoktunk nevezni, hogy az áldozat hogyan fogadja el először, aztán pedig védelmezi a bántalmazóját. Köszönöm. Hol van? Persze. Ja, erre gondol? Semmiség. Megszédültem és elestem. Elesett? Hallottad? Elesett. Hedva, az ez ide kicsit agasztó, nem úgy folyton elesett. Magával ez gyakran előfordul? Kézzel van már az ötös szoba. Még nem volt idő. Akkor mire vársz? Lefogadom, hogy Bocsia most nagyon más alatt van a választások miatt. Milyen nagy utat tett meg? A helyi tanástól, a
helyi vallási tanácsig. Nem sokára beválasztják a körzeti tanácsból is. Minden elismerésem az övé. Gratulálok neked is! Sosana! A darabban 8 különböző helyzetős és korú nő találkozik. Varga Mária, Váradi Eszter, Sára, Kisdiána Magdolna, Kerkai Rita, Varga Gabriella, Varga Lili, Ballér Bianca és Koreny Réka Noémi, akik történeteket osztanak meg egymással saját életükről, gondjaikról. Együtt keresik helyüket, női és emberi létük értelmét egy férfiak uralta világban. Egy nagyon bigott, nagyon, hogy mondjam, korlátolt közegben élnek ezek a nők, egy vallásos közegben, de ennek a vallásosságnak nincs már, kigrült már az igazi tartalma, csak a formáiban maradtak meg. Például az, hogy a férfiaknak mindig mindenben igazuk van, ha nincs, akkor is. És hát az a darab rövid története, hogy erre a faramúci helyzetre a nők hogyan ébrednek rá. Tehát hogyan ébrednek rá arra, hogy el vannak nyomva, hogy nem tudnak kiteljesedni, hogy a nőiességük gyakorlatilag porig van rombolva. És mire a darab végére érünk, addigra különböző bántalmazásoknak vagyunk tanúi, akár lelki, akár igazi fizikai bántalmazásoknak, és hogy a nők erre elkezdenek egymás között egyszer csak ráébredni. A sok humorral fűszerezett, megrendítően szép történet női sorsokat vesz górcső alá, és keresi a választ, hogyan lehet megfelelni a szigorú vallási, társadalmi és családi elvárásoknak, tűrjenek, hazudjanak önmaguknak, vagy kitörjenek belőle. Folytatódott az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Farkas Ferenc hangversenybérlet sorozata. Horváth Gábor vezényletével Brahms, Goldmark és Weber művei csendültek fel a koncerten. Leonardo Cini, a neves olasz dirigens helyett ezúttal Horváth Gábor, a Zeneakadémia tanára vezényelte az Alba Régia Szimfonikus Zenekart a Farkas Ferenc hangversenybérlet sorozat keretében a Vörösmarty Színházban. Sajnáljuk, hogy Leonardo Cinivel most nem jött össze ez a találkozás, de mindenképpen rajta leszünk, hogy amint a helyzet normalizálódik jövőre, mindenképpen tervezzük pótolni ezt a székesfehérvári találkozását a zenekarral, illetve a közönséggel. Viszont nagyon örülünk, hogy lehetőségünk adódik arra, hogy Horváth Gábor, a 10. Nemzetközi Ferencsik János karmesterverseny második helyezettje és közönségdíjasa ellátogat ide Fehérvárra, és alkalmunk van vele együttműködni. Ő egyébként egy rendkívüli pályát indított, volt alkalmam a diplomáján is játszani, és hát jelen pillanatban a Zeneakadémia tanára. Horváth Gábor meg annyi haza és nemzetközi siker részese, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar művészeti vezetőjének vezényletével Brahms, Weber és Goldmark dallamai csendültek fel. Weber Euriente nyitányát még a 2002-es karmester versenyre tanultam meg, és azóta ott nem húztam ki végül is az elődöntőbe, de azóta már dirigáltam. Én nagyon szeretem ugye az Oberont és a Bűvés Vadász nyitányt szokták sokat játszani, de ez is ugyanolyan remek mű és gyöngyszem a maga nemében. Brahms második szimfóniája is már szerencsémre többször terítéken volt, és nagyon-nagyon szeretem mind a négy Brahms szimfóniát, ez különösen, de meg kell mondjam, hogy tegnap óta gőzerővel tanulom Goldmark hegedű versenyét, mert ezt még sose vezényeltem, de remek mű, ahogy így gyorsan az ember igyekezte átnézni a partitúrát, úgyhogy nagyon várom a szólistával való találkozást és ezt a szép romantikus programot. A műsorválasztás és az előadás ismét méltó volt a szimfonikus zenekar kiemelt státuszához, a klasszikus zene barátai egy felejthetetlen estét tölthettek el a szimfonikusok társaságában.
Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!